Már elkezdődtek a felújítási munkálatok a Kapospulai Kultúrházban. Az önkormányzat 2 évvel ezelőtt nyújtott be pályázatot az épület korszerűsítésére. A fejlesztésre nyert 96 millió forint vissza nem térítendő támogatás. Toppos pályázatból valósul meg, 96 millió forintot nyertünk, egy energetikai beruházás, tehát nyilászáró cserék, külső-belső hőszigetelés, egy napelem kerül a tetőre, egy modern hőszivattyús fűtéssel lesz megoldva a fűtése neki. Bízunk benne, hogy nagyon jó lesz. A beruházással a helyieknek és a település vezetésnek egyaránt egy régen dédelgetett vágya valósul meg. Most éppen az épületnek, a mi kisteremnek nevezett helyiségében állunk, amit igazából a nagy teremmel már összenyitottunk, hogy élhetőbb és lakhatóbb legyen a ház. Hát nagyon bízunk benne, hogy megújul a padlózata. A nagyteremnek, kisteremnek, illetve minden helyiségnek padlózata, illetve hidegburkolata lesz. Aztán álmennyezetet fognak kapni a helyiségek, mivel elég magas a beltér, ez miatt úgy gondolom, hogy a fűtés is sokkal hasznosabb lesz. Hát ez a gázos fűtés, ami most van, ez a konvektoros, ez nagyon gazdaságtalan, és nehezen is tudtuk kifűteni a házat, ez teljesen meg fog újulni, polgármester úr már itt említette, hogy miként. Nagyon várjuk, hogy ez megtörténjen, aztán lesz ablakajtócsere kívül-belül, illetve hát egy nagy festés is ráfér a házra. Hogy mit fog nekünk majd hozni ez az épület, eddig is nagyon sokat hozott és adott. Én mondhatom azt, hogy én itt nőttem föl, tehát gyerekként is nagyon sokat voltam, és mindig is nagyon sokat vagyok a házba. Mai napig is, mert átjövök hetente egyszer, és megnézem, hogy mi történik. Bízom benne, hogy a meglévő programjaink mellett, ami nagyon színes így is a faluban, még több lehetőséget tudunk nyújtani. Itt gondolok ilyenre, hogy baba-mama klub, aztán az időseket többször ide tudjuk vonzani, hisz egy sokkal szebb, egy sokkal hangulatosabb épületbe tudjuk őket várni, ami nagyon fontos. Működött a könyvtár idáig, az is egy szebb helyiséget, tisztább helyiséget fog majd kapni. Ugyanúgy a bögdösödők, a foltvarok itt lesznek, hisz ők nagyon jól ki tudják használni a heti alkalommal a házat, illetve nyári táborra, és működik a Vízmente Néptánc csoport is, akik itt gyakorolnak, fellépéseik itt vannak, tehát azért színes a ház, illetve még egy ultikör is kapcsolódott idáig a házhoz, és bízunk benne, hogy ezt is ki tudjuk majd bővíteni. A felújítás időszerű, hiszen az épület ódonfalai már jóval több mint 100 éves múltra tekintenek vissza. Ez az 1900-as évek elején épült, tehát több mint 100 éves épület, ez valamikor kocsma volt, aztán volt itt mészárszék, aztán abból lett itt a 45 utáni időszakban kialakítva egy kultúrház. Több átalakításon ment már végbe, lett hozzá építve is, tető szerkezete meg lett, egy kicsit a külseje is megváltozott neki, de maga az alapépület az megmaradt, tehát egy ódonfalak között vagyunk, úgy gondolom. Nagyon sok nemzedék, kapospulai nemzedék itt szórakozott és itt művelődött. A tervek szerint tehát 2021 májusában már egy korszerű, modern kultúrház fogadja a civil közösségeket Kapospulában.